sportosat. Híradónk vendége, ifja Bozsik József, az Egyes Fogadhajtók kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek, Dino! Nem is olyan régen volt Mezőhegyesen a fogadhajtás éves közgyűlése. Én ugye nem voltam ott, te ott voltál, de rengeteg hozzászólást olvashattunk a közösségi oldalakon. Senki nem volt megelégedve ezzel a éves közgyűléssel. Mi volt a probléma? Hiszen nem is olyan régen arról volt szó, hogy új kezekbe került a fogadhajtás, és van egy jó út, amin el lehet indulni. Most ehhez képest, nem tudom, igaz-e, majd te megcáfolod, ez az éves közgyűlés csalódással ért véget. Igen, hát jó magam, közel 15-20 éve, amióta az eszemet tudom, illetve a fogadhajtásba édesapámat elkísérve, majd 2016-tól ugye szövetségkapitányként is részt vettem ezeken a gyűléseken, de nem emlékszem olyan, hogy például ne lett volna elfogadva a pénzügyi tervezet, illetve az egész évnek úgy mentünk volna neki, mint most, hogy sajnos leszavazták a szakbizottság törekvéseit, a változtatások nagy részét, és hát egy adok-kapokba ment át egy picit a közgyűlés Mezőhegyesen. Akkor most nem lesz versenynaptár, vagy lesz, vagy másképpen lehet válogatni? A versenyek úgy gondolom, hogy lesznek, mindenféleképpen lesznek. A versenynaptár is készült, de bizony sok az összefonódás, a szakbizottság, illetve két nagy versenyrendező is benne van, Jámbor Vilmos Kisbéren, illetve Bugacon, ugye a polgármester úr is, a bugaci polgármester úr a szakbizottságban ül. Hát lehet sajnos olyan híreket hallani, hogy ők esetleg nem rendeznek versenyt, én nagyon szomorú lennék. Mert? Mert úgy gondolom, hogy versenyekre szükség van. Na, de ők miért nem rendeznek? Nem kaptak annyi támogatást, amennyit illett volna, illetve hát a támogatások eloszlása is bizony vecsés esetében is nagyon-nagyon sok kérdőjelet vetett fel a közgyűlésen. A közgyűlésen szembesítették a jelenlevő vezetőket, hogy bizony az egyik verseny igényel mondjuk 30 millió forintot, nevezetesen vecsés, és azt mondják neki, hogy nincs csak 5 millió, majd rá pár napra hoz egy olyan határozatot a Magyar Lovas Szövetség vezetéséből is páran ott ülnek, hogy például Budapest kap 50 millió forintot. Van, akinek nincs a versenyeztetésére csak 5 millió forint versenyrendezésére, van, akinek viszont gond nélkül adnak. De gondolom, hogy szakmai alapon döntötték el. Hát éppen ezért megy az adok-kapok, mert úgy gondolom, hogy ez azért nagyon komoly szakmai alapok nélkül született jó pár döntést. Én nagyon örülnék annak, és kell, szóval elbírná a magyar fogadhajtó társadalom ez a csodás sport, hogy igenis kell verseny Kisbérre, Bugacra, kell verseny Szilvásváradra, kell verseny Budapestre, ha már ugye felépítettük több százmillió forintért a Kincsen Parkba a maratonakadályokat, de ugyanúgy úgy gondolom megférne egymás mellett ez a rendszer. Hát van az a mondás, hogy magyarnak magyar az ellensége, most a fogadhajtás és a fogadhajtó sport a kárvallottja pár ember pénzen való civakodásának. Akkor most ezért nincs béke, mert a pénz miatt van egy vita, hogy ki mennyit kapott, vagy ki mennyit akar kapni. Általában azért a pénzen van mindig a hangsúly. De ez már valahol normális, azt kell mondani, elnézést, de nem? Ameddig úgy gondolom például a 90-es évekig, ameddig nem volt ebbe olyan nagy pénz, addig érdekes, nem 40 ezer ló volt az országban, mint most, hanem volt 100 ezer. 1984-ben az első 5 helyen csak magyar lovakkal indult hajtó szerepelt, és működött. Hát most nagyon-nagyon szívhatjuk a fogunkat, illetve hát a kollégám, a négyes fogadhajtó csapatmenedzsert sem irigylem, hogy mi lesz bizony Szilvásváradon, hisz ott világbajnokságot rendezünk idén,
közel milliárdos nagyságrendű anyagi háttérrel, és hát nincs egy, mondjuk ki, épképzláb világszínvonalon versenyző fogatunk sajnos. Egy sincs. Egy sincs. Egy sincs. És mégis a milliárdok valahol így Szilvásváradon eltűntek. Közgyűlésen ez szóba került? Természetesen. Természetesen a médiában, a közgyűlésen. Van, aki névvel, sokan név nélkül, félve ugye a retorziótól, nem vállalják a véleményüket, de bizony egy nagy arcú csapása volt. Talán a mi munkánknak, mint csapatmenedzserek, mert én erről a részről tudok nyilatkozni, nem, hisz ez volt talán az egyik pont, amit megszavazott a közgyűlés, azt hiszem egyhangulag, például az egyes fogadhajtóknak a programját, azt idénre megszavazta a közgyűlés. Na, és mi lesz a program? Hát, munka, munka, munka. A lényegében Franciaországban lesz egy világbajnokság. Picit kényelmes helyzetben vagyok, mert Hetényegyházán nagyon összeálltak a csillagok, és Hetényegyháza azon kevés versenyhelyszín a Magyarországon, aki folyamatosan tudott fejlődni, és most is hál' Isten egy állami keretből kaptak boxokat, úgyhogy a mai nap is edzőtábor van Hetényegyházán, az egyes fogatoknak ott vannak egy holland edzővel, akit mindenki elfogad, és úgy gondolom, hogy szépen fel fognak készülni. Jövő héten Jámbor Vilmosnál Kisbéren szintén lesz egy edzőtábor jó pár hajtóval, úgyhogy készülünk, ez most a legnehezebb szakág. Háttérbe leszünk szorítva természetesen a szilvásváradi 40 év után megrendezett versenyel, de úgy gondolom, hogy talán azért sajnos, de egy szinten vagyunk a négyes fogatokkal, de reméljük, vagyis hogy bízunk a csodában, a négyeseknél is ott leszünk, szurkolunk, hogy Lázár Zoltán, Dobrobics József, Tóth Simon Sándor, aki a derbi győztes volt tavaly, szóval valaki valami csodát fog művelni, amit bár nem láttunk az elmúlt években, de hát azért Magyarországon van a VB, olyan még azért nem nagyon fordult elő, hogy legalább egy magyar ne álljon a dobogón. De csak vesznek, vagy vettek egy-két lovat, nem? Én úgy gondolom, hogy ez az a szint, amikor már a ló nem csak a ló számít, úgy mondom. A kettes fogathajtásban én azt sosem rejtettem véka alá azt a véleményemet, hogy valóban ott három lovat vesz, egy tehetséges hajtó, az autósportnak a gokártya, ott el lehet evickélni, bár azért valljuk be Hölle Martint legyőzni, ahhoz azért már művészet kell, de az egyesben ott ugye az, mint a ralli, az az őrültek sport, hogyha ott nem tudsz lovat cserélni. A négyesnél viszont azért, aki négyest hajt, annak már azért olyan anyagi háttere van, hogy azért azt a versenyeztetést most 2024-ben megvalósítani, az már 10 milliós nagyságrend. Ott már talán nem számít annyit, úgy gondolom egy Lázár családnál sem, hogy bármelyik lovat megvehetnék, illetve a Dobrovics Józsefék kaptak ugye állami lovakat is a nagyon sokat kritizált NLSF programból. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Én úgy gondolom, hogy mindenki egy picit azért többet várt ezektől a pénzektől, ami az utóbbi pár évben az állam részéről a fogat sport irányába vándorolt. Egyelőre sajnos az eredmények nem azt mutatják, hogy labdába rúgunk, de azért bízunk a csodában. Mikor kezdődik a versenyszezon? Hát úgy gondolom, hogy az már most március végén Hollandiában elkezdődik, Exlóban lesz egy verseny, és utána folyamatosan áprilisban, májusban. Négyesnek vagy mindenkinek? A négyesek is már mennek áprilisban versenyre, lesz Kladrubiban verseny, lesz Romániában verseny. Öröm az ürömben, hogy bár Magyarországon nagyon lecsökkent a versenyek száma, de a környező országok soha nem hallott helyszíneken nemzetközi szintű versenyeket rendez, Szlovákia, Románia, Horvátország, és szégyen vagy nem szégyen, de oda kell most kimennünk magyaroknak versenyezni. És akkor ez fogja majd a magyar bajnoki címet is eldönteni ezek a helyszínek? Nem, azért a magyar bajnoki cím az Magyarországon lesz, én úgy gondolom.
az egyes fogadhajtóknál kisbéren lesz, vagy lenne. Ugye, hát Jámbor Vilmos vezeti a fogadhajtó szakbizottságot, és az őt ért éles kritikán talán, bár ő nem egy olyan ember, aki a pofonoktól nagyon megsértődik. És nem akkor is elmond a kritika. Nem, sőt a közgyűlés végén azt mondta, hogy akkor most még többet fog dolgozni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon értelmes, okos, komoly szakemberekből álló szakbizottság van mögötte. Sajnos most valami hiba van a gépezetben, egy porszem benne van a gépezetben, amiért sajnos leszavazták őket, de azért, ha úgy mondom, hogy két táborra szakadt a fogadhajtó sport, akkor talán mikor, keveset mondok. Na, de ez mindig így volt. Igen, na, igen, igen. Tudsz olyan élet mondani, amikor nem? Hát közelmúltból. Tudsz? Lényegében demokrácia van, úgyhogy itt most mintha ilyen több pártrendszert élnénk a fogadhajtásban, mindenki mondja a magáit, az igazság valahol talán középen van. Számomra is egyébként megdöbbentő jó pár ember felszólalása. Jó pár ember felháborító és rendkívül igénytelen felszólalása a közgyűlésen, ami a lovak és mondjuk a biztonságot érintette, hogy majdhogy nem kell kobak, meg majdhogy nem kössünk ki egy felkantározatlan fogatot egy versenyen egy teherautóhoz, és akkor az ott teljesen jó. Szóval ilyenkor azért el kell gondolkozni, hogy visszamegyünk az őskorba, vagy haladunk felfelé a világgal. Amikor bárki azt mondja, hogy a biztonságot nem kell előtérbe helyezni egy fogadhajtó versenyen, az azért nézze meg a 2021-es Szilvás-Váradi Fedeles OB döntőt, ahol én mindkét lábamat eltörtem. Tényleg, hogy van a lábod? Köszönöm, jól. Hány műtéten mentél át? 11 műtét, és még most is járok injekciókra, különböző kis porc feltöltés, ez az amaz, de azt kell, hogy mondjam, hogy 3 éve lesz áprilisba az esemény, a baleset, és most jól vagyok, köszönöm. De már azóta hajtottál? Hajtok, minden. De már versenyen már nem fogsz már többet. Jelenleg azon most az állásponton vagyok. Most ugye, mint kapitány, eleve nem lehet. Igen. Hajtok, otthon edzek, készítek fel lovakat, rengeteg tanítványunk van, de a versenyzést azt most egy picit félreállítottam az életemből. 3 éves volt tegnap előtt a kisebbik fiam, 6 éves a nagyobbik, és most én rájuk szeretnék kockáztatni. Nem szeretnék kockáztatni, rájuk szeretnék egy kicsit jobban odafigyelni. Akkor nem függ össze az, hogy most kapitány is, vagy amúgy se versenyezné most? Én úgy gondolom, hogy nem. Mindig is a fiatal lovak kiképzésében, illetve az egyes fogadban találtam én meg a számításomat. Sajnos 2 éve elvitték Mezőhegyesről az egyes fogadhajtó világbajnokságot. Szintén idén Franciaországban lesz az egyes fogadhajtó világbajnokság, tavaly is ott volt. Amíg Mezőhegyesen tudtunk nagyon jó költségekkel dolgozni, és 17-18-20 egyes fogat is volt, hogy indult a válogató versenyeken, addig a tavalyi évben Franciaországban egyes fogathajtó vállalta eleve az indulást, Paulovics Ágnes, aki viszont bronzérmet szerzett a fiatal lovak világbajnokságán, úgyhogy idén is én nem számítok többre, mint hogy egy 2-3 hajtó talán kimegy, hiszen bődületes költségek vannak azért egy ilyen kiutazással. Akkor eredményekben nem is gondolkodsz? Jelen pillanatban az egyes fogadhajtásban van 6 olyan hajtó, aki ha nem is idén, de 2 év múlva odaérne, de úgy gondolom, hogy vannak olyan lovak viszont, akik már idén is megmutathatják, vagy megrebegtethetik a szárnyaikat. Én bizakodó csak vagyok. Csak kérdés, hogy hol milyen verseny? Van-e pénze a tulajdonosnak, hogy elmenjen VB-re, vagy egy igen, nagy versenyre? Az van. Jó pár tulajdonosnak azért van pénze. Itt az a talán a beszédes tény, hogy Magyarországon körülbelül 7 darab fogadhajtó, 7 licenszet fizetett fogadhajtó edző van, ami elhangzott a közgyűlésen. Szóval sajnos nagyon-nagyon-nagyon... Az összes fogadot beleért? Az összes fogadotra van Magyarországon 7 darab edző. És azt azért el kell mondani, mert hogy valóban... Mi történt?
Korábban nem kellett, és mindenki edzősködött, és így igazából nem foglalkoztak a papírral, csak a tudással, vagy... Ez is közrejátszik, szóval tudok olyan edzőt, aki edzősködik, és nincsen papírja. De jól csinálja. Ez úgy gondolom a legkisebb probléma. Az, hogy jól csinálja, nem az talán a tanítványok produktuma majd elbírálja, de kihalt egy kicsit ez a szakma. Ez a közgyűlés is egy nagyon komoly tükör a mai egész magyar társadalomra vetítve. Elvesztek azok az emberek, elvesztek azok a szövetségi kapitányok, elvesztek azok az edzők, akikre hallgatott a társadalom. Mondok József, ugye nagyon-nagyon sokáig volt a fogadhajtók vezetője, elképzelhetetlennek tartom, hogy ő tűrt volna egy ilyen közgyűlés, vagy az ő általa vezetett szakbizottságban ilyen hangok egyáltalán felmerülhettek volna, mint ami, ahová most lesüllyedtünk, mert lesüllyedt egy picit a fogadhajtó társadalom, ide tényleg egy erős vezető kell. És amikor én elbeszélgettem az ellentáborral, hogy leszavaztátok a Jámbor Vilmos által vezetett szakbizottságot, de ki lenne a következő? Ki a jelöltetek? Ha lemondja Jámbor Vilmos, hogyan tovább? Egyetlen egy név sem hangzott el. Van most olyan nagy név, akire mindenki odafigyelne? Aki vállalná, olyan én úgy tudom, hogy nincsen. Ugye ez mérhetetlen energiát, időt és pénzt kíván attól, aki ezt csinálja. Szóval én is azért ártam be annó Jámbor Vilmos mellé mögé, annak természetesen tudatában, hogy felkértek csapatmenedzsernek, de én azon kevesek egyike voltam azért a szakbizottságon belül is, aki fölemeltem a hangom Jámbor Vilmos némely döntése ellen, és volt, hogy tényleg kiabálva, de kultúráltan, hát én fölálltam az asztaltól, és kimentem, mert nem tudtunk valamivel megegyezni, de mégis úgy gondolom, hogy nekünk, vagy nagyon sokunknak nincs hova beállni, mint Jámbor Vilmos mellé. Miért vagytok ilyen makacs emberek? Hogy inkább kimentek, ha nincs megegyezés. Tehát mintha nem a kompromisszumra törekednétek, hanem a makacság miatt, hogy enyém a tuti, övé a tuti. Igen. Lényegében azért valljuk be, hát sokan azt mondják, főleg az egyes fogadhajtókra, ezt a fogadhajtók egyik, az egyes fogadhajtók egyik legnagyobb tekintélye, Bartek Kwiatek mondta Lengyelországból, ő egyes fogadhajtó egyéni világbajnok, hogy mi egyes fogadhajtók mindegy kicsit bolondok vagyunk. Hát Jámbor Vilmos is egyes fogadhajtó volt, én is. Én úgy gondolom, hogy igen, lehet, hogy kicsit bolondok vagyunk, de talán legalábbis engem, én csak a saját nevemben tudok nyilatkozni, engem a jó szándék vezérel. Jó, mindenki azt hiszi, tehát... Igen. De ettől még konfliktus van, látod? Igen, igen, igen. Ezt kellene vagy elrendezni, elsimítani. Nagyon nehéz most ebben a helyzetben. Mindenki azt hitte, hogy jönnek a milliárdok, és akkor majd itt minden Kánán lesz, jó, és mindenki jön a Jámbor, lovat kap, és akkor majd ő majd hozza a pénzt. Meg... És ő rendet tesz, és koordinálja. Igazából aztán lényegében, amit a Jámbor Vilmos által vezetett szakbizottság beadott a magyar állam felé, az mind úgy, ahogy van, le lett szavazva. És lényegében különböző hátsó utakon, fű alatt, így úgy, amúgy lettek elköltve olyan felbecsülhetetlen féltitkos összegek, hogy ezekről tényleg csak álmodni lehetünk. Úgy röpködtek a 10 milliók itt az elmúlt években, hogy sokan aztról szerintem, szóval nincsen sokaknak erről tudomása, itt a közgyűlésen is bizony pár összeget el kellett, hogy ismerjenek, hogy hát ide is, oda is, amoda is, de sem a megyei vezetők, sem a fogadhajtók, sem az egyesületi vezeték nem tudják például, hogy az elmúlt egy hónapban kikapott D4-szöget, kikapott akadályhajtó sejbát, kikapott stb. Na most ezeknek elhangzott sok minden, számonkérés.
lesz-e következménye? Egyáltalán lesz az egésznek valami fajta következménye ennek a közgyűlésnek? Hát én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, hiszen nagyon-nagyon nyögvenyelősen mentek itt a szabályértelmezések is. Főleg a C-kategóriás hajtók részéről. Én egy kicsit kritikát fogalmaznék meg ebből a szempontból a szakbizottság részéről is. Hisz a Magyar Fogvadhajtó Szakbizottságban ott ül 3 ember, aki lényegében a C-kategóriáért felel. És a legnagyobb botrányt, a legnagyobb közfelháborodást, ami után többen felálltak és azt mondták, hogy nem hajlandóak részt venni a közgyűlésen, sőt én is vittem oda olyan embert, aki majd mondjam, először másodszor vett részt, komoly ember, áldoz erre a sportra, és azt mondta, hogy soha többet nem jön közgyűlésre. Mert olyan méltatlan volt ez az egész. A C-kategóriások ugye ott tényleg már olyan pitiáner dolgokba bocsáss meg mentek be, ami nem egy közgyűlésnek a feladata lett volna, hanem egy év munkája, hogy a 3 szakbizottsági tag kidolgozza a C-kategóriásokkal együtt, aki ugye a tömegtábor, hisz C-kategóriásban van 6-700 hajtó is Magyarországon, míg mi az élsportban maradtunk 80-an, és lehet, hogy nagyon sokat mondok. Van egy háttértábor, van egy csapat, én nagyon szeretek hozzájuk elmenni, bátorítom, szóval a C-kategóriás egyes fogadhajtó bajnokot például, Mikus Lászlót bátorítom, hogy neked már rég fönt az A-kategóriában a helyed, és először mosolygott, aztán pár hétre rá fölhívott, hogy lehet, hogy találnék szponzort, és akkor följebb lépnék. Nagyon sok ilyen hajtó van, én díjátadóként részt veszek ezeken a C-kategóriás versenyeken, de egy fogadhajtó közgyűlése nem való az, hogy kössük ki a lovat, persze. Nem való az, hogy most viseljenek-e kobakot, vagy ne, nem való az, hogy most éppen kis csikót oda lehet-e kötni ahhoz az egyes fogat mellé. Mondok József idejében, ez 3 mondatban el volt intézve. Zárásként most akkor lesz folytatás a közgyűlésnek, vagy most ez elhangzott, vége van, és akkor mindenki ment a maga dolgára. Igen. Én nem láttam még határozatot, nem láttam még ezt papírra vetve, nem láttam még leírva, hogy milyen jogi következményei vannak annak, hogy ilyenkor lényegében egy ilyen teljesen áldatlan állapotba mentünk bele, hisz szinte azt sem szavazták meg, hogy 2024-es szabályokkal menjünk, de azt sincs megszavazva, hogy 2023-as vagy a 22-es szabályokat kéne alkalmaznunk. És így lehet versenyezni? Hát fogunk versenyezni. Nem fogadtátok el a szabályokat? Igen. Akkor lehet? Én nagyon reménykedem, hogy Jámbor Vilmosék 7 nappal látéve most tényleg valóban ezen dolgoznak, hogy legyen rend, legyen egy nagy többség által elfogadott szabályzat, hisz olyan sosem lesz, hogy mindenkinek jó lesz, és bizony itt van, hogy március van, jönnek a versenyek. Igen. Pár hét múlva 4-5 egyes fogadhajtó Exóba már versenyez, és bizony ők a világbajnokságra való készülésre nem mindegy, hogy hova írom ki én is, vagy írtam ki a válogató versenyeket. Ha nem lesz kisbér, akkor hol lesz máshol? Ha nem lesz bugac, akkor hol lesz máshol? Hát nem vagyunk könnyű helyzetben. Zárásként, itthon mikor lesz az első versenyed? Itthon lényegében Hetényegyházán úgy gondolom, hogy lesz verseny. Minden évben ugye Fábián Sebestyén volt egy nyitóverseny. Meg kell néznem nekem is a versenynaptárat, hisz olyan változások vannak, hogy én sem merek már semmit mondani. Mikor lesz béke? Hirtelen rávágtam volna, hogy soha, de én nagyon remélem, hogy lesz béke. Mint egy ilyen jó szépségkirálynő választáson, hogy mit szeretnék, hát világbékét. Hát most az nagyon ránk férne, tényleg egy kis nyugalom, mert most nincs nyugalom. De ha lesznek eredmények, akkor lehet, hogy nyugalom lesz? Akkor úgy be lehet kicsikét úgy... Ha lesznek eredmények, az mindenféleképpen egy kicsit hűti a kedélyeket. Akkor ezzel kell dolgozni, neked Igen. is, mint csapatvezetőnek. Így van. Jó munkát. Köszönöm szépen. További sportosat.